Sokan már kora délután belevetették magukat a habokba, ezzel együtt pedig a fesztiválozásba is szerdán. Igazából szeretnénk kicsit kikapcsolódni, ellennénk kicsit bóckodni, jól érezni magunkat. A legnagyobb hőségben legtöbben a fesztivál strandját vagy egy-egy légkondicionált sátorba szervezett előadást választottak. A nyár eddigi legmelegebb hetében rajtolt el az idei EFOT. Amennyire tudunk, akkor bemegyünk itt a Óbudai Egyetemnek, itt van a légkondis sátor. Vagy mi ez? Vizes törölköző, vizes sapka, és keresjük az árnyékot, amennyire lehet, meg a hideg üdítőt. Bonzó egyetemek, sikeres fiatalok, erős nemzet. Erről már Hankó Balázs beszélt a hivatalos fesztiválnyitón. A kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, a kormány célja, hogy vonzóvá tegye az egyetemeket. Ehhez versenyképességre, identitásérzésre és közösségépítésre van szükség. Az EFOT-nak 48 éves történetével és mindazzal, amit a kultúra, a zene terén tesz, fontos szerepe van mindenben, tette hozzá Hankó Balázs. Nekünk a feladatunk tulajdonképpen az, hogy nem a bárhol, hanem a valaholnak a szabadságát biztosítsuk. És ez a valaholnak a szabadsága itt az EFOT-é, vagy ha tágabbra nyitunk, akkor a nemzetünké. Tehát ez az, ami identitást őriz az egyetemeinkben, és büszkék vagyunk arra, hogy ezt az identitást őrizzük. A fesztivál szerdától szombatig 4 napon keresztül 10 zenei helyszínnel, több mint 120 előadóval és több száz nappal is sport és kulturális programmal várja a látogatóit. Nagy hangsúlyt fektetnek idén is a közösségépítésre. Amikor az EFOT-ra gondolok, vagy az EFOT-ról beszélgetünk, akkor én azt szoktam mondani, hogy a közösségek találkozása, és mégpedig azért, mert az egyetemen belül is számos olyan közösség van, ami méltó arra, hogy látszódjon, és meg kell mutatni. És az egyetemi életnek számos olyan szeglete van, amit szeretnénk feltüntetni. Szeretnénk egyrészt a kitelepülők felé megmutatni, szeretnénk, hogyha a résztvevők be tudnának ezekbe vonódni. Az EFOT több újítást is bevezetett idén, ilyen újdonság például idén a nappali jegy, amely kifejezetten a családok számára kínál kedvező jegyárat és rengeteg programot, köztük a szintén újdonságnak számító house pikniket is. Hogyha belegondol az ember abba, hogy itt egyben kap egy strandot, közel 60 sportot lehet kipróbálni, vannak gyerekprogramok, gyermekmegőrző, rengeteg interaktív kis játék, amivel el lehet játszani a kitelepülőknél, van egy csomó VR lehetőség, van egy csomó szimulátor, van drónfoci, elképesztő dolgokat lehet látni, ami így az egyetemi innovációt egyébként meg is mutatja itt a fesztiválon, úgyhogy azt gondolom, hogyha eljön mondjuk ide egy 4 fős család, apuka, anyuka, meg a 2 gyerek, mondjuk akkor is az egyik 17 éves, a másik pedig 9, biztos vagyok benne, hogy egész napra találnak itt a szórakozást. A fesztiválozókat a kánikulában több mint 1200 négyzetméternyi légkondicionált területtel várják, és 4-szer akkorára bővítették a Velencei tó partján található strandot is, mint tavaly.